Szia! Én vagyok az a doktor bácsi, akihez anyukád vagy apukád el fog hozni, vagy azért, mert beteg vagy, és szeretnék, hogyha végre meggyógyulnál, és ők is megnyugodjanak, vagy azért, mert szeretnék, ha egészséges maradnál, és szeretnének egy védőoltást beadni. Ne félj, nem foglak bántani, mindent mindig előre meg fogunk beszélni, és anyukád vagy apukád végig melletted maradhat. Ha idejössz, remek játékok várnak, itt a játszósarok. Kíváncsi vagyok, hogy elbírod-e ezt az óriási plüss elefántot, nem könnyű, de itt a játékkonyha, ahol főzhetsz, autózhatsz, de ez még nem minden. Gyere be a rendelőbe, és mutatom, hogy mi vár bent. Bejöttél a rendelőbe, akkor addig, amíg apával meg anyával beszélgetek, nézd meg, milyen jó játékok vannak itt. Bogyó és babóca, mancsőrjárat, Elza, én kicsi pónim, rengeteg jó játék vár téged. Nézd meg, itt van Thomas a gőzmozdony, postáspet, mancsőrjárat, itt egy csodás tojásfotel, amit akár így magadra is húzhatsz, és el is bújhatsz. Kicsit elbújhatsz, és itt van, nagyon sok kislány szereti, Elza, Elzás matricák, szóval nyugodtan játsszál el, amíg anyukáddal beszélgetünk, utána pedig, ha megengeded, akkor meg foglak vizsgálni. Nem adok neked feleslegesen szurit, de hogyha kell, akkor előtte be fogjuk érzéstelenítani, rákenünk olyan varázskrémet, hogy ne fájjon. Utána föl kell menned erre az ágyra, ahol meg fogom simogatni a pocakodat, meg fogom nézni a torkodat, mondani kell egy nagy át, csak belekukucskálok, illetve óvatosan a fülecskédbe ezt a kis játékból, ezt a tölcsért belerakom és belenézek. Majd pedig van nálam egy ilyen, amit megtalálsz kint a játéksarokban, ez egy orvosi hallgatózó, kint a játéksarokban van egy igazi, te is meghallgathatod anyát meg apát, hogy milyen, amikor ver az ő szíve, hogy hallod. Ezzel, miután levettük rólad a ruhákat, meg foglak hallgatni. Miután megvizsgáltalak, de ígérd meg, hogy otthon szót fogadsz anyának, és beveszed a gyógyszereket, hogyha fölírtam, választhatsz ajándékot. Akár vihetsz haza ilyen doktorbácsis meg krokodilos matricát, vagy belenyúlhatsz a kutya szájába, amiben, mint egy kincses láda, rengeteg ajándék rejtőzik, illetve van nálam héliumos lufi, választhatsz, hogy rózsaszint vagy kéket szeretnél, azt megtöltjük héliummal, de nagyon vigyázz rá, hogy nehogy így elrepüljön, és akkor otthon, akár napokig ott lehet a szobádban. Sok szeretettel várlak, nem kell, hogy félj. Szia!